Ez a videó az Eneos Motorolaj támogatásával jött létre. Importőre a Szakálmetál. Sziasztok! Ebben a videóban egy legalábbis Európában teljesen friss autót fogunk megnézni. Egy SsangYong Torres-t. Ez egy nagyobb méretű SUV, 4,7 méter hosszú. Az autó körülbelül a Skoda Kodiaq méretével rendelkezik. Így igazából a prémium gyártók készítenek valójában több ilyesmi méretű autót. Az X3-as BMW is ebben a méretosztályban játszik, de a SsangYong most itt új tulajdonolás alatt, amiről majd beszélek később a videóban, ezzel az autóval próbálja meghódítani ezt a méret kategóriát, és ahogy a SsangYong általában, itt is papíron elég jónak tűnik az árérték arány, de most, hogy így volt lehetőségem bővebben használni ezt az autót, mindenképpen mélyebben meg kell vizsgálni szerintem, hogy valóban ott van-e az az árérték arány, ami a korábbi SsangYongokra, főként szerintem a Korándóra jellemző volt. Tavaly egy hetet volt nálam a Korándó, és meglepően pozitív volt a végén a benyomásom. Jó áron, egy kényelmes, jó felszereltségű, teljesen korrekt kinézetű autót kap ott az ember a pénzért. Itt a Torres esetében viszont már azért jelentősen magasabb az ár. 11 millió forintról indul a legalapabb Club felszereltségi szintű változat. Ez a konkrét példány egy tesztautó, így az összes extrával rendelkezik a prémium felszereltségi szinttel, így 14,5 millió forint az ára, ami nekem már így a magyar piacon nehezen tehető abba a kategóriába, hogy egy igazán elérhető autóról legyen szó, de erről majd mindenképpen később. Összességében itt egy érdekes autóról van szó, ez szerintem már csak ránézve is kijelenthető. A formáról biztos, hogy mindenkinek különböző típusok fognak eszébe jutni. Előről erős jeepes hatás, azt nem lehet letagadni. Oldalról a C-oszlopnál egy kis Land Rover Defender, hátul némi Land Roveres, akár Range Roveres hatás, ott a csomagtérajtó nyitója, minthogyha oldalról lehetne nyitni, úgy van megoldva, de valójában nem úgy nyílik, és még lehetne sorolni, hogy milyen egyéb autókat lehet belelátni. Ilyen szempontból egy kicsit mix a forma, de hogy van egy kiállása, az nem kérdés. Amikor először képeken láttam ezt az autót, akkor is az volt az első benyomásom, hogy ez úgy valami, és élőben is ugyanezt hozza. Ebben biztos, hogy nagyon sokat segít, hogy 20-as kerekek vannak ezen az autón, egy SsangYongon, 20 colos felni, egy alapvetően árérték arányra optimalizált autónál nekem a 20-as felni egy picit megint csak nehezen értelmezhető. Felgumizni egy ilyen autót az nem a budget kategória semmilyen szempontból. Arról már csak zárójelben, hogy a hivatalos oldalon 235 per 50-es gumit említenek a 20-as felnire, a valóságban ez 245 per 45, tehát még peresebb, és ez az utazási komforton jelentősen ront, ebben egész biztos vagyok, de szintén erről majd menet közben. Egyébként az alacsonyabb felszereltségi szinthez, ami azt gondolom, hogy a magyar piacon inkább releváns, 17-es felni jár alapesetben. Sehol nem találtam egy darab képet az autóról 17-es felnivel, a hivatalos konfigurátorban is csak ezzel a nagyobb felnivel mutatja. Biztos, hogy rosszabb az összhatása a kiskerékkel, de az is biztos, hogy sokkal jobb a kényelme a futóműnek. Viszont amit nem lehet elvenni az autótól, és a nagykerék is ezért kell, hogy ezt kompenzálja, hogy hatalmas. 4,7 méter hosszú, ami papíron olyan nagyon nagynak nem tűnik. Tehát például egy Skoda Kodiaq az tényleg milliméterre majdnem ilyen hosszú, de ez egy sokkal nagyobb autónak tűnik már ránézésre is, és belül is egy kifejezetten tágas autó hangulatát adja, még úgy is, hogy az ablakok elég keskenyek, de annyira magasan ül az ember, hogy az ablakokkal így egy szintben van, és ezért nem érződik egy annyira keskeny ablaknak, pedig hát a méretéhez képest, az autó méretéhez képest valóban nem hatalmasak az üvegfelületek, de például egy X3-as BMW ennél egy picit hosszabb, viszont az utastér az konkrétan tágasabbnak érződik. A hátsó üléssorban felnőtt emberek is probléma nélkül fognak szerintem utazni. Nagyon rendben van ott az autó. Ez a vezetőülés az én 180 cm-es magasságomhoz van beállítva. Itt rengeteg láttér van, azzal nem nagyon van kérdés. Fejtérben ugyanígy, ez itt szerintem minimum 20 cm, plusz fejtér, ami még az én 180 cm felett van. Ilyen téren felnőtt emberek körülbelül bármilyen magassággal szerintem itt kényelmesen fognak utazni. Van könyöklő két pohártartóval, kettő USB-A bemeneti lehetőség, jutott ide hátsó légrosté,
van ülésfűtés is ebben a magasan felszerelt változatban, két állásban állítható, illetve hátsó roló is, az ebben a kategóriában talán nem egyértelmű, úgyhogy ilyen téren hátul én nem nagyon tudok belekötni az autóba. És a csomagtartó ugyanígy igazán nagy méretű, jól pakolható, tényleg az autó méreteihez passzoló csomagtartó, nem nagyon tudok ennél ott többet elmondani, rendben van ilyen szempontból az autó, motoros csomagtér ajtónyitás ebben a példányban van, az alacsonyabb szintekhez ez feláras, nem kifejezetten gyors amúgy a nyitás, úgyhogy szerintem ettől alacsonyabb szintek esetében nyugodtan el lehet tekinteni, de a praktikuma nem megkérdőjelezhető az autónak, tényleg hátul, a hátsó üléssorban és a csomagtartóban is rengeteg hely van, itt elől az ajtózsebek jó méretűek, középkonzolnál is hát akár 2 vagy 3 pohártartó is van, tehát itt elég sokat lehet pakolni, a könyöklő az hatalmas méretű, elől ott a váltókar előtt, az előválasztókar előtt van indukciós telefontöltési lehetőség is. Sajnos a váltókarnál, illetve az ajtóbehúzóknál jelentős mennyiségű zongoralak van, az biztos, hogy nem a pozitívabb része a beltérnek, illetve a technológia is itt egy kicsit 2023-as irányba ment, ami sajnos szerintem nem az előnyére vált ennek az autónak, főként a Corandóhoz képest, ahol én azt gondolom, hogy szinte tökéletesen megvalósult az, hogy még egy észszerűen jól használható autó, de megfelelő mennyiségű modern technológiával is rendelkezett, tehát volt egy nem kifejezetten szép, de jól használható infotainment rendszere, Apple CarPlay-el, Android autóval, az óracsoport digitális volt, de gyorsan működött, illetve működik, mert még lehet kapni továbbra is a Corandót, jó felbontásban az az óracsoport, ez teljesen megfelelő volt, mellette egy hagyományos, fizikai gombos klímapanele van az autónak, ami tökéletesen használható, mellé egy kerek kormány, beül az ember is, azt érzi, hogy egy észszerű autóban ül, semmi nagyon különleges, de minden rendben van ilyen szempontból. Itt a Torresnél tényleg a 2023-as irányba ment a fejlesztés, tehát nincsen hagyományos klímapanele már az autónak, hanem itt egy plusz kijelző bekerült, mint akár a Jaguar Land Rover termékekben, vagy a modern és magas kategóriájú Audiknál, hát az A8-asban, vagy a Q8-asban is egy hasonló megoldás van, innen lehet a klímát vezérelni. Picit zavaros is, hogy felette van egy már sajnos nem műszerfalba integrált kijelző, mint a Corandónál, hanem ilyen tabletszerűen elég széles kávákkal ide van téve ez a kijelző, de például a start-stoppot és egy-két funkciót az alsó kijelzőről lehet vezérelni, ugye a felső kijelzőn megy akár a telefontükrözés, a navigáció, rádió kezelése, tehát itt ennyiben talán ez nem a legegyértelműbb, de mondjuk nem is ez a nagyon fontos része itt. Ennek összességében az, hogy a klímapanel az egy kijelzőre került, én ezt semmilyen szempontból nem tudom üdvözölni, még úgy is, hogy ennek a felbontása teljesen normális, jól látható. A kormányról szintén beszélni kell, mert az egyik legkevésbé jól használható kormánykerék, ami ugye nem egy helyes megfogalmazás itt, amit itt az elmúlt években használtam. Teteje és az alja le van csapva, viszont mellé széles, ezáltal bizonyos kanyarokban, akár körforgalomban, leginkább élesebb kanyaroknál úgy tud kézre esni ez a kormány, hogy tulajdonképpen két ilyen egyenes felületet fog az ember, ami nekem nagyon természetellenes is. Ez azért érdekes, mert például a BMW-nek is van hasonló kormánya, vagy nemrég volt nálam az MG4, az elektromos kompakt autó, amiben szintén egy hasonló kinézetű kormány van, de messze nem zavart ennyire egyik sem. Pár nap után mindkettővel teljesen együtt tudtam élni, ez viszont valahogy nekem így néhány nap után még egyáltalán nem esik kézre, és nem kényelmes a használata. Lehet, hogy a szélessége miatt, illetve az átmérője miatt van ez, hogy így nem jön ki. Mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ez itt az én esetem, nem állítom, hogy ez mindenkinek kényelmetlen lesz. A Rexton-ban van hasonló kormány, tehát a SsangYong-tól ez nem teljesen ismeretlen, de a Corandóban egy teljesen jó kormány volt, illetve van, tehát ez egy picit nekem így fáj, de tényleg nem értem ezt a mániát, hogy valami újat kell mindenképpen a kormánykerekek helyett használni, és persze itt a gyártók sokszor szokták kommunikálni, hogy azért van szükség a lecsapott tetejű, vagy akár levágott tetejű kormányokra, hogy az óracsoportot jól lehessen olvasni. Tény, hogy itt a Torres esetében is bármilyen ülés vagy kormánybeállítás mellett
legalábbis az én magasságom esetében tökéletesen olvasható az óracsoport, egyébként jó intervallumban mozog a kormány, bár távolságot tekintve talán nem olyan nagy az intervallum, de azért szerintem itt nagyjából bárki meg fogja találni a megfelelő üléspozíciót, ami amúgy érdekes is, mert a műszerfal egészen mélyre van húzva, nagyon hosszú, vagy legalábbis hosszúnak tűnik a gépháztető, és így ilyen klasszikus SUV-s üléspozíciót kap az ember. Tehát ezt, hogyha valaki kedveli, akkor imádni fogja a Torres-t. Tényleg, mint egy ilyen X3-as, X5-ös BMW-ben úgy ül az ember, ami azért keresztmotoros, ilyesmi SUV-knál nincsen mindig meg. Én jobban preferálom azt, hogyha nem érződik szándékosan nagynak az autó, de a Ssangyongnál ez annyiban érthetőbb, hogy mindig is terepjárókat vagy SUV-kat készítettek, tehát ez tőlük nem áll távol, de mindenképpen van az autóban nekem egy olyan érzés, hogy erre rájátszik, és kicsit a látszat dominál már ennél az autónál. Kívülről egyből szembetűnik a gépháztetőn a két kapaszkodó, vagy a tetősínen szállított tárgyakhoz a lekötöző pontok, amik egyértelműen műanyagból készültek, és érzésre nem kéne nagyon erősen ezeket megrángatni, hogy az ember kezében maradjon, de ugyanígy említhető elől a piros vonószemtakaró, vagy a pótkereket imitáló műanyag domborítás a csomagtérajtón, ami természetesen semmit nem rejt, a csomagtérettől nem lesz nagyobb, és az autóban még pótkerék öböl sincsen mankókeréknek. Egyszerűen a terepjárós hangulatra tudatosan játszik rá a külső. Valójában pedig egy 1.5-ös turbós motor van a gépháztető alatt, ami 163 lóerőt tud, semmi probléma nincsen ezzel, de nem ez lesz az a nagyon fölényes, ilyen ilyesmi méretű autó, és ez a konkrét példány is elsőkerekes, van összkerékhajtás, ez egyébként mindenképpen pozitív, van azért ugye olyasmi ilyen SUV vagy crossover, ahol akár nem is elérhető, ebben a méretben mondjuk talán nincs sok ilyen, de itt is van összkerékhajtás felár esetében, nem hiszem, hogy nagyon sokan be fogják pipálni, de így egy keresztmotoros, elsőkerekes autóról van szó, tehát a terepjárótól azért mindenképpen messze van. Viszont közben induljunk is el, gombbal indul természetesen. Az autó így egy standard, minimális négyhengeres hangja van, ezzel semmi probléma. Egy 6 fokozatú automata váltó van itt ebben a konkrét példányban, ami egy 800 ezer forintos extra, és ahogy a Corandónál is emlékszem, hogy ezzel nem voltam teljesen elégedett, ez sajnos itt is igaz, nem lehet igazán finoman elindulni az autóval, vagy legalábbis nagyon nagy figyelmet igényel. Finoman megpróbál elindulni az ember, alig indul el, akkor egy picit jobban rálép, utána pedig hirtelen nagyon elindul, és mellé van alul egy ilyen minimális turbójuka is, ami így azt adja ki, hogy alulról nehezen akar menni, persze teljesen jól megy az autó összességében, tehát nem a dinamikájával van probléma, de valahogy elindulásnál nincsen elég jól hangolva, vagy párosítva itt az automata váltó ehhez a turbós motorhoz, pedig elméletben 1500-as fordulattól rendelkezésre áll a 280 Nm nyomaték, tehát azzal különösebb probléma szerintem nem lenne. 20 km per óráról egy padlógáz. Az első kerékhajtás kijött, hogy azért egy picit elkapart, de egyébként nem megy rosszul. A fogyasztása viszont szerintem több vásárlónak fog problémát okozni, nem kiemelkedő ezzel a motorral ennek az autónak a fogyasztása. A Corandónál sem volt az, szerintem, tehát nekem ott 9 liter alá nehezen ment ilyen vegyes használatban az autónak a fogyasztása, ami még ugye azt gondolom, hogy egyébként egy benzinás, nem pici autótól elmegy, de itt, hogyha az ember nem figyel, tehát nem finom lábbal közlekedik, városban jár többet, akkor a 10 literes fogyasztás vegyesben szerintem kényelmesen ki tud jönni. Tényleg városi használatban egyszerűen nem alacsony a fogyasztása. Az automata váltónak VLTP szerint majdnem fél literrel magasabb egyébként a fogyasztása, ami megint csak egy nem nagyon finoman működő automata váltót jelez nekem előre, mert azért a modern automatáknál akár már jobb fogyasztási értékről, akár sokkal jobb fogyasztási értékről is lehet beszélni a kéziváltós alternatívákkal szemben, tehát itt szerintem ez is beszédes. Viszont így utazás közben vannak kifejezetten pozitív elemei az autónak. Az ülés szerintem kényelmes, nem nagyon-nagyon puha, de mindenképpen kényelmes.
itt ebben a csúcsfelszereltségű autóban fűtött és szellőztetett az ülés, a Corandónál is ez már elérhető volt ebben a kategóriában. Ennyi pénzért az egy nagyon kellemes dolog, minden biztonsági rendszer itt tulajdonképpen elérhető az autóhoz, 360 fokos kamerarendszer nincsen, csak tolatókamera, tehát az ennyiben hiányzik, de azon túl távolságtartó tempomat, illetve sávtartó és a sávban kormányzós rendszer is megvan. Nem a legeslegszofisztikáltabb működéssel, a sávelhagyás figyelmeztető az egészen gyenge sajnos ebben az autóban. Talán itt már hallottátok is párszor a felvételbe belecsipogott, folyamatosan bele akar korrigálni, nyilván ennek több állítási lehetősége is van, illetve szerencsére, és ez viszont egy pozitívum, itt a kormányon egyből a sávelhagyás figyelmeztető ikon hosszú megnyomásával ki lehet kapcsolni. Amiről a beltérnél nem beszéltem, hogy a minőség érzete, de valójában a minősége is nagyon, de nagyon rendben van ennek az autónak. Ez az ajtópanel például, a teteje puha, ennél sokkal-sokkal drágább autókban vannak ennél igénytelenebb megoldások, a műszerfal teteje ugyanígy puha. Bármit lát vagy megfog az ember, leszámítva talán a zongoralakot is, itt ezt a karbon hatású betétet, de ezeken túl bármit lát az ember, vagy bármit megfog, az egy rendben lévő jó anyag, és nagyon jól össze van rakva, tehát semmit nem zörög. Ezek alapján simán elhinném becsukott szemmel, hogy egy standard Volkswagenben, mondjuk egy Tiguanban ülök. Nem rosszabb ilyen téren az autó, ami, hogyha belegondolunk, azért nem egy kis eredmény, szerintem. Persze az ár egy dolog, de ez egy kis koreai márka. Ha azt nézzük, hogy a közép kategóriában egy ilyen észszerű, normális minőségű, kényelmes autót kínáló márkához, hogyha hasonlítjuk ezt az autót, akkor minden szempontból így beülve megállja a helyét. Vannak apróságok, amikkel tényleg lehet vitatkozni. A kormányon is egyébként például sok a gomb, ezt meg kell tanulni, hogy hogy kezeli az ember. Van benne egy-két helyen ilyen keleti hatás, de ez minimális. Ez ahhoz képest nagyon minimális, főleg, hogy 15-20 évvel ezelőtt a SsangYong márka milyen autókat hozott akár ide Európába is. Ugye ez is érdekes, amúgy is erről is természetesen beszélni kell. A tulajdonolás kérdés a SsangYongnál. Tavaly lehetett erről többet olvasni, hogy akár lehet, hogy csődbe megy a SsangYong is, ezzel kapcsolatban mindenféle nehézségei vannak a márkának. Ez tavaly ősszel, ha minden igaz, megoldódott. A SsangYong útja sosem a legegyszerűbb módon futott, nem az ősidőkig visszamenve is a 90-es évektől kezdve több tulajdonosa volt, először 91-től a Daimler csoporttal kerültek szorosabb kapcsolatba, ami által Mercedes technikát használtak sokáig, majd 97-től a Daewoo tulajdonába került a márka, hogy aztán csőd közelből 2004-ben a kínai SAIC csoport legyen a többségi tulajdonos, ami ma például az MG márka nevet is birtokolja. A 2008-as válság rosszul érintette az eladásokat, így ismét pénzügyi gondok léptek fel, és 2010-ben az indiai Mahindra vásárolta fel a SsangYongot. Néhány évvel később már nyereségesen működött a márka, de 2021-ben mégis arról lehetett olvasni, hogy a hatalmas eladósodottsága miatt veszélybe került a SsangYong. Ekkor egy ideig úgy tűnt, hogy egy szintén koreai elektromos buszokat gyártó cég, az Edison Motors fogja felvásárolni őket, 22. januárjában közel is volt az üzlet, de az Edison nem tudott időben fizetni, majd néhány hónappal később csődbe is ment. A SsangYong végül 22 őszén talált új tulajdonosra a KG Group személyében, amiért különböző ipari tevékenységekkel foglalkozó cégcsoport, és 23 márciusától Koreában KG Mobility, avagy KGM néven fut a márka, vélhetően Európában is majd átnevezik. A Torres fejlesztése még a KG birtoklás előtt történt, sőt Koreában már közel egy éve forgalmazzák, és idén elektromos verzió is megjelent, az EVX, ami Európába is érkezni fog, ha minden igaz, egy nagyméretű LFP akkumulátorral, illetve korábbi modellek elmaradt ráncfelvarrásai is
hamarosan megérkeznek. Ezek alapján tehát a Ssangyong vagy a KGM sorai rendeződhetnek, bár az itthoni eladásokat ez sem befolyásolta látszólag. Nagyot nőtt Magyarországon tavaly a Ssangyong, közel 2000 autót adtak el, és főként a Korando hasított a magánvásárlók körében. De az igazi ilyen SUV-s, nagy kerekes, peres gumis érzést adja, tehát kicsit döcög. Egyébként mivel az ülés kényelmes is, mivel így aránylag magasan ül az ember, ebből úgy olyan sokat nem érez, tehát nem a bántóan kényelmetlen kategória ez, viszont engem zavarni szokott ez a fajta mozgás, ahol egy kicsit akár egy-egy úthibán így jobbra-balra mozog az autó, nem feltétlenül annyira jól kontrollált ilyen téren úthibákon a mozgása. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a kisebb kerékkel ez sokkal jobb. Per 70-es gumi van, ha minden igaz, a gyári katalógus szerint a 17-es felnihez, a per 45-höz képest az egy elég jelentős különbség. És az ebből a kicsit ügyetlenebb csillapítású futóművel szerintem sokat el tud nyelni. Tehát én azt gondolom, hogy ennél az autónál is az van, hogy nem a teljes felszereltségű, magasan extrázott darabot érdemes megvenni. Árérték arányban is a 11 millió forinttól induló változat az biztos, hogy szimpatikusabb is, az a Club felszereltségi szint. Ahhoz lehet 160 ezer forintért egy ilyen Club plusz kiegészítő csomagot választani, ami ülésfűtést és egy-két ilyen plusz kiegészítőt ad, azokat, amiket szerintem azért a 11 millió forintos ársávban igenis elvárhat az ember még 2023-ban is, az irreális árak közt is. Hát, hogy azért ilyen téren én azt gondolom, hogy egy minimum, de az egyébként egy teljesen élhető választásnak is tűnik. Ugyanezek a kijelzők járnak az autóhoz, ugyanez a digitális óracsoport, természetesen Apple CarPlay, Android Auto, tehát a fő része, az ott is megvan. Alaptempómat ahhoz is jár, nem távolságtartó, de az alaptempómatot tudja. Tehát ott, hogyha árérték arányban keres az ember, az lehet, én azt gondolom, a jó választás. Akár automata váltóval, észszerűen extrázva 12 millió forintért lehet megvásárolni ezt a Torres-t, ami egy relatív dolog, hogy jó, vagy igazán jó áre. Az biztos, hogy ekkora méretű autóért, igen. Ekkora autót 12 millió forintért normálisan, észszerűen extrázva, egy vállalható motorral nem kap az ember. Ez tény. Tehát, hogyha valakinek a méret ennyiben a minden, és az számít igazán, akkor a Torres jó választás. Hogyha azt nézem, hogy a Korando 8 millió forint környékétől elvihető hasonló felszereltségi szinten, teljesen pontosan nem emlékszem az árakra, de valahogy így alakul, hogy a Korando hasonló felszereltségi szint mellett 8 millió forint, az azért egy elég nagy különbség, ott is ilyen 9 környékén van az automata váltós változat, tehát kb. 3 millió forintos differencia van. Az én szememben, hogyha tényleg nem az a legeslegfontosabb szempont, hogy mennyi helyet kap az ember, akkor nem biztos, hogy 3 millió forint pluszt ér ez az autó. Külcsínben mindenképpen modernebb, akár a Korándóval szemben, ott többet ad, trendibb. A belterében is itt van ez a digitális klímapanel, illetve ez a plusz kijelző, talán az óracsoport is egy picit modernebb hatást kelt, itt ez a tablet-szerű kijelző is egy picit jobb felbontású. Tehát ilyen téren valamivel modernebbnek hat az autó, de valójában többet ilyen téren szerintem nem tud. A Korándónál is a felszereltség tud magas lenni, hogyha kell a szellőztetett ülés és ilyesmi az embernek. A hajtáslánc az ugyanaz, hát ott sem kap feltétlenül többet az ember. És összességében kicsit nekem az az érzésem, hogy látszat terén ez egy modernebb autó, egy trendibb autó, de valójában alatta nem látom azt a pluszt. A nagyobb hely persze adott, ami indokolja a magasabb árat, de hogyha valaki el tud tekinteni a plusz pár centiméter hátsó lábtér és a 150 literrel nagyobb csomagtartótól, akkor spórolhat pár millió forintot, mert ezeken túl a Korando sem egy rosszabb autó, sőt, ettől függetlenül, ha a méret alapján a kategóriatársakhoz hasonlítjuk, ami, ahogy említettem is, a Kodiaq, akár a RAV4, vagy az új CR-V, esetleg az X-Trail, ezeknél mind jelentősen olcsóbb,
és a használati értéke aligha alacsonyabb bármelyikhez képest a Torresnek. Nekem az egyetlen 1.5-ös benzinmotoron kívül egy dízel opció, vagy egy a nagyobb mérethez jobban optimalizált motor szimpatikus lenne még, nem is a teljesítmény, hanem sokkal inkább a fogyasztás miatt, mert a 9-10 liter közötti átlag a mai üzemanyagárakkal egy új autó esetében nem ideális. Ezzel viszont le is zárnám ezt a részt, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek ideig, köszönöm a SsangYong Magyarországnak is a lehetőséget, és jövő héten egy következőben találkozunk. Sziasztok!